A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy Európai Uniós pályázat során közel 300 millió forintos támogatást nyert két intézménnyel konzorciumban. Ez lehetőséget nyújt gyógypedagógiai eszközök beszerzésére, szakmai képzéseken való részvételre és szakvizsgák támogatására egyaránt. Három intézmény együttműködése történik szakmailag ebben a projektben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat, mint az egyik ilyen intézmény, a Bárci általános iskola, mint a másik, és a Göllesz általános iskolánk, mint harmadik intézmény. Összeköti őket az, hogy fogyatékos gyerekek fejlesztéséről szól a projekt, és fogyatékos gyerekek fejlesztésében közreműködők együttműködésének az elmélyítéséről. Ez a mai alkalom azért rendkívüli, mert a szakértői bizottságok múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik. A konferencia a megyei és a járási szakértői bizottságok szakembereinek szólt. A tervek szerint jövő év áprilisában ezt regionális szinten folytatják Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye közreműködésével. Én úgy veszem észre, hogy az érzékenyítésre mindig szükség van. Akármennyire befogadó egy társadalom, befogadó egy tágabb közösség, egy szűk közösség, egy család, és itt nem csak a szülőre, édesanyára, apára gondolok, hanem a rokoni körre is. Én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos az érzékenyítés. Ez végigkíséri, úgy gondolom, a pedagógiai szakszolgálatban dolgozók munkáját, életét. A térségben főleg gyerekeknek szerveznek ilyen érzékenyítő programokat általános és középiskolások számára egyaránt. A beszélgetésekben az adott oktatási intézmény pedagógusai is részt vesznek. Ez azért fontos, mert még mindig nincs elég gyógypedagógus a megyében. A jelenleg futó két éves projekt összegének körülbelül egyharmadát ezen szakemberek képzése teszi ki.